Azt kérdezem, hogy az, hogy kézni mesőben nézünk, hogy mit erről leszed először. Helytálló ez a gondolat, hogy megképzelés? Az egy jó kérdés. Kézművesen? Persze. Hát a sör az alapvetően egy demokratikus ital, aminek a hagyományában az van, hogy a dolgozók, ugye, de nem az elit rétegről van szó. Annyi, hogy a nép most az utóbbi, akár 150 évben egy kicsit le volt utítva. A lökőt inni úgymond, ami hát olyan reklámokat láttunk, hogy utóíz nélkül, mindegy, de az a termék, amihez szokva van a nép, az nem sör. Annyi, amit én mondtam az előbb is, hogy átadja az embereket, miről is szól a sör. Ezek az alapanyagok nagyon gazdagok ízben, a sör is tud ugyanolyan izgalmas lenni, mint a bor. Sőt, még izgalmasabb, főzni sokkal jobb a sörhöz, mint a borhoz, úgyhogy persze, ez megáll a hely. Teljesen, csak itt egy folyamatról van szó, ami nem történik az egyik napról a másikra.